kedden tartotta évértékelő sajtótájékoztatóját a Békés megyei kormányhivatal. Takács Árpád kormány megbízott kiemelte, a járási hivatalokkal közösen elérték kitűzött céljaikat. 2018-ban 1.162.000, 2019-ben pedig már 1.428.000 ügyfél fordult a kormányhivatalok ügyintézőihez. Ez több mint 20%-os növekedést jelent. Mindez annak is köszönhető, hogy tavaly két új kormányablakot is létesítettek, egyet Mezőhegyesen, egyet pedig a Békéscsabai vasútállomáson. Takács Árpád elárulta, az ügyfelek egyharmada, vagyis közel 500.000-an a kormányablakokban intézték ügyeiket. Ez a családvédelmi akciótervnek, valamint a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatoknak is köszönhető. A tavalyi évben 58,5 milliárd forinttal támogatták az agrár és a vidékfejlesztést, mely példátlannak minősül, fejtette ki. 2019-ben 58,5 milliárd forint került kifizetésre a Békés megyei gazdáknak az agrártámogatások és vidékfejlesztési támogatások terén. Ez azért fontos, mert erre még sosem volt példa. Tehát mindig olyan 50 milliárd körül mozogtunk, alatta vagy fölötte egy kicsit, de 58,5 milliárdra soha nem volt példa. Ez mutatja egyrészt a pályázatoknak a jó előkészítését, mutatja azt, hogy a gazdálkodók tudnak gazdálkodni, és azt is, hogy a kormány odafigyel a vidékfejlesztésre, és nagyon fontos a vidékfejlesztési források jó felhasználása. Új elemként létrehozták a Fiatal Gazdák Fórumát, a pályaorientációs kerekasztalt. Novemberben pedig megalapították azt a tudományos tanácsot, mely idén kezdte meg működését. A Szeghalmi és Szarvasi járások épületeinek részleges, illetve teljes felújítása is lezajlott. A tavalyi évben is fontos volt a közfoglalkoztatottak számának csökkentése, az új munkaerőpiaci tanácsadásnak köszönhetően 3000 fő helyezkedett el. 2019-ben 7500-an voltak, erre az évre pedig a 6000 fő a cél. Takács Árpád kormány megbízott beszámolt az idei tervekről is, hiszen a közigazgatási hatáskörök folyamatos átszervezése, valamint megosztása is lezajlik majd. Például a szabálysértések ügyeit a járási hivatal helyett a rendőrség végzi a jövőben, illetve a közigazgatási eljárásokat is egyfokúsítják majd. A legtöbbeket azonban az építésügyi változások érintenek, fejtette ki. Az építésügyi, építéshatósági engedélyezési feladatok a jegyzőtől, korábban minden járási központban a jegyzőnél voltak ezek a feladatok, átkerültek a megyei kormányhivatalhoz. És a megyei kormányhivatalnak ennek érdekében létrejött egy építésügyi és örökségvédelmi főosztály. Ez egy teljesen új elem. Ez az építésügyi és örökségvédelmi főosztály fogja megyei illetékességgel, megyei hatáskörben ellátni valamennyi építéshatósági engedélyezés és építésfelügyeleti feladatokat, kiegészítve természetesen az örökségvédelemben. A közeljövőben 540 millió forint értékű támogatás segítségével 6 épület energetikai korszerűsítése is megtörténik. A kormányhivatal idén is kiemelt figyelmet fordít majd a vidékfejlesztésre, a családok támogatására, a gyermekek védelmére és a foglalkoztatás javítására.